Hiánypótló kiadványt mutattak be tegnap a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika könyvtárában. Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata című könyvnek vásárhelyi vonatkozása is van, ugyanis társszerzője dr. Havasi Katalin gyermekorvos. 20 éve alakult a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, amely az országban dolgozó mintegy 1600 házi gyermekorvos szakmai és érdekvédelmi szervezeteként működik. Legfontosabb feladatának tekinti, hogy ne csak fennmaradjon, hanem fejlődjön és meg is újuljon a gyermekorvosi ellátás. A kötet ötletét az adta, hogy a szerkesztők 2 évtizedes tapasztalatukat megoszthassák mostani és leendő pályatársaik számára is. Jó lenne, ha az országban nem csak a gyerekek 70%-át látnák el házi gyerekorvosok, hanem az összes többit is, mert olyan speciális ismeretekre van szükség, amit csak ők tudnak. Ez a könyv, ez a munkához kíván segítséget adni, ez a legfontosabb része, ezért is gyakorlati kézikönyvnek hívják. A kötetben 20 fejezet található, ami számos témát érint. A könyvnek vásárhelyi vonatkozása is van, ugyanis a szerkesztésben részt vett Havasi Katalin is. Nagy örömmel mondhatom el, hogy bekerült a prevenciós fejezetbe, tehát a betegség megelőzéséről szóló fejezetbe. Az a 10 éves vásárhelyi munka, amely a mindennapi testnevelés, és a mindennapi testnevelés mellett pedig a szívérrendszeri betegségek szűrővizsgálatában érdekében folyik hódmezővásárhelyen. Igyekszünk megmondani a gyerekekről, ki az, akinek hajlama, kockázata van egyes betegségekre. Az első mű megírásával nem fejeződött be a szerzők munkája, mivel már a második köteten dolgoznak. A könyv főszerkesztője reméli, hogy május 26-án már a kezében foghatja a második kötetet is.